Most, hogy már egyenesen tartjuk magunkat, meg a süli kezdéssel kapcsolatban a mentális dolgokról is beszélgettünk, illetve a szoba kialakításáról, van még egy nagyon fontos aspektusa, mégpedig az étkezés a süli kezdésnek, illetve az iskolába járásnak. Idézni fogok, mégpedig amit jó szívvel fűzünk és eszünk meg, az a legegészségesebb étel a Földön. Vajja Stiller Tomi séf, kreatív séf, sok szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, és arra kértük, hogy segítsen nekünk szülőknek útba igazodni, hogy a gyermeknek milyen uzsonnákat készítsünk, illetve hogyan étkezzenek a gyerekek, hogy a megfelelő energia az a rendelkezésük rájön ebbe a nehéz feladatba. Na, Tomi, szóval azt mondja, hogy sok szülő, de ez a kor vívmánya, ugye sokkal egyszerűbbnek tartja azt, hogy ilyen előre elkészített kajákat, becsomagolt kajákat dobáljunk be a gyereknek, nem figyelünk oda. Ez mennyire hasznos? Ezt most azért mondtad, mert én is ilyeneket. Nem. Nyilván nem azt várja az ember, hogy croissantokat süsse reggel a gyereknek az ember, de azért tudatosan... Pedig délután azt fogok csinálni. Na tessék, és csurgatja a nyálunkat. Szóval, segíts nekünk abban, hogy mennyire helyes az, hogy ilyenekkel tömjük a gyereket. Megközelíteném inkább abból az irányból, hogy mi az életszerű. Uh-huh. Hát ugye azért szerintem mindenkinek különböző más a habitusa, másfajta munkát végez, máskor indul el a család, van, aki már reggel 6-kor már kukoréka, hogy el tudjon indítani 3 gyereket, van, amikor valakinek meg csak 1 van. Most a 2 nem lehet egy lapra venni, hogy szerintem te is, neked is csomagolni kéne, hát gyere el hozzánk reggel 7-8-kor, és meglátod, hogy tudunk-e csomagolni, mert egyébként már 7 órakor mindenki így az autóban ül, mikor csomagolják. Tehát, hogy ezt is szerintem meg kell nézni, hogy mi az, ami működik. Nekem is úgy telt a gyerekkorom, hogy édesanyám 2 ilyen szép nagy szelet kenyere közé berakott egy kis párizsit paprikával, jó megvajazta, berakta, becsomagolta, és délután ugyanúgy visszahoztam, ahogy elvitte, mert nem fér bele az étkezésben, nem az, a napi rendünkbe, nem azért, mert elmentünk büfézni, meg ettünk ott valami, ami igazából úgy éppen jó volt, hanem egyszerűen elhoztuk, meg nem ízlett. Tehát szerintem a másik dolog, amit meg kell mindenféleképpen beszélni a gyerekkel, hogy mit szeret. Tehát úgy ne készítsünk szendvicset neki, hogy szerintem ez neki jó lesz, beleteszek ilyet, meg csinálok neki smoothie-t, egyébként meg utálja. Tehát, hogy nem kell ráerőltetni a mi étkezésünket a gyerekekre, hanem meg kell tudjuk kérdezni, hogy édes fiam, édes lányom, mit szeretnél uzsonnára, vagy 10 óraira, vagy egyszerűen azt mondja, hogy viszonylag jó a büfé, és megoldja. Pont kérdeztem az unokahúgomat, és ő már gimnáziumi éveiben van, hogy mondom, te hogy csinálod? És mondta, hát ő csomagol magának 2-3 szendvicset, de egyébként elfogy, és vesz a büfében még valami pluszba. Tehát, hogyha ez működik, akkor ezt is meg lehet játszani, de szerintem mindenféleképpen az a legfontosabb, hogy egyeztetni kell, hogy mit szeret, meg mit nem. Tehát abból ne csináljunk problémát, meg hogy én biztos rossz szülő vagyok, mert az én gyerekem egész héten csak kakaós csigát teszik. Aha. Oké, ez a gyerek egy picit lehet, hogy tényleg egy irányba van beleállítva, de ettől nem kell senkinek semmilyen lelkiismert furdalástól szenvednie, hogy picikét egy oldalon táplálkozik a gyerek, meg kell próbálkozni nyilván átlendíteni ezen a dolgon. Nem akarok visszakanyarodni az OVICAR programra, hogy a kályhától kell ezt a dolgot elkezdeni, tehát nem iskolánál kell részt venni, hogy a gyerek nem eszik jól, aha, hanem már az óvodás években fel kell figyelni, és rá kell irányítani a helyes táplálkozásra. Most az én feladatom egyébként a 6 éves gyerekemnél, hogy a zöldség meg a gyümölcsfogyasztás mellé valahogy be tudnám passzírozni nála a húst, mert azt nagyon nem akarja megenni, mert annyira rá van koncentrálva ugye a kert miatt ezekre a dolgokra, hogy neki konkrétan ez a nasi. Tehát ő ezekkel van, a magokkal, asztalaványokkal, szereti a puffasztott rizst, almát, körtét, mindent. Tehát minden ilyen csodajó dolgot, de a hús még az egy ilyen nehéz történet, nem tudom, még lehet, hogy nincs benne annyira ebbe a korba, hogy később jön rá, amikor már többet fog mozogni. De ugye ezt is figyelembe kell venni, hogy gyereketnek az iskolai órái milyen hosszúak, mikor kezdődik, bizonyos szempontból táplálni kell az agyat is, táplálni kell a testet is, tehát valami fehérje, dús dolog azért nem árt, ugye, mert minden nap van testnevelési óra, tehát nem árt, hogyha azért vagy protein szelet, vagy valami, ami legalább ezt a dolgot vagy előtte, vagy utána támogatja. Általában azt szoktuk mondani, hogy inkább előtte, tehát hogy ne essen össze mondjuk a torna órán, mert az nem annyira nyerő.
Szerintem mindenféleképpen, ugye, ha elbírja és viszi magával, mert nem nagyon van szekrény, meg ahol le tudja ezeket tenni, akkor folyadék valamilyen formában, akár rostos, ilyen hőkezelt, nyugodtan lehet használni ilyen bébikorú dolgokat, mert ezek még hástérek egészségesnek nevezhetők, vagy szimplán egyszerű ásványvíz. Tehát ez is teljesen jó. Illetve azt mondanám, hogy még ugye emellett azt is, ugye szőlőcukor, ilyeneket be lehet tenni, lassan felszívódó szénhidrátok, erre nagyon jó a rizs, pehely, meg ezeket nyugodtan be lehet tenni, egy pici mag, egy kis, tehát ez jó, most ez lehet, hogy hoztál, extra, na, talán egy picit van. Extra, tehát hova tesszük a könyvet, meg az egyéb dolgokat. És az étkezésnél ugye nem véletlenül most túl vagyunk egy két éves időszakon, amit senki nem akar újrakezdeni, kézmosás. Ez nem csak óvodában volt, pont arról beszélgettünk a feleségemmel is, hogy utáltuk azt a tisztasági csomagot, amit hurcoltunk magunkkal, és érdekes módon ez gimi alatt ez így eltűnt. Tehát, hogy már akkor, ez 90 nem tudom hányban, általános iskolában még érdekes volt a kézmosás, gimiben már nem. Tehát, hogy először kezet mossunk, aztán feltétlenítsünk, tehát hiába feltétlenítünk, ha nem tiszta a kezünk. Tehát ezeket mindenféleképpen azért most vegyük előre, ez maradjon meg, ez a jó szokás, és innentől kezdve igazából mondom itt a kölcsönös beszélgetés, hogy tetszik, nem tetszik, milyen az ebéd, milyen az uzsonna, mit kaptok, mégis mondd el, stb. Tehát ezeket szerintem egy konzultációval azért át tudjuk hidalni ezeket a problémákat, hogyha esetleg valamiért nem eszi meg, amit adunk neki. Ugye hoztál itt gyümölcsöt, hoztál puffasztott rizst, az egy energiaszelet. Igen. Ugye jól látom, igen. Kis magvak, tehát mazsola, nem tudom, hogy ebben a... Vörös áfonya, tök mag, kesudi, jó ilyenek vannak benne. Oké, azt, hogy ez például, ez a kis doboz, amit itt hoztál nekünk, ez körülbelül egy délelőtre, vagy egy iskolai időszakra, ez energiában elég a gyermeknek? Szerintem igen, ugye egyrészt ugye gyorsan szaladnak egyik óráról a másikra, közbe kell lenni, nyilván az étkezési kultúra azért úgy nehezen van megalapozva így, hogy így futtába eszünk, de hát felnőtt korban is előfordul az élet, szerintem mindenki nagyon jól tudja. Így van. Még az autóból, még a stúdiói megeszek valamit. Igen. Szerintem, igen. Tudod, meg mindenki tudja. Tehát ezek a gyors, kényelmi dolgok, ezek működhetnek ilyenkor, de mindenféleképpen fontos azért, hogy ha csak lehet, próbáljuk meg valahogy a reggelit. Meg mindenképpen tartani, vagy valahogy működjön, ha nem, akkor meg később lesz éhes, mert olyan fajta, hogy 8-9 körül jön rá inkább az éhség, akkor arra próbáljunk meg rákoncentrálni. Tehát az, hogy megmondom, ezek a kis étkezésekkel sincs igazából semmi baj, mert most, ha úgy veszük, akár a diétás étrend is bizonyos szempontokból erre támaszkodik rá, hogy a napi 5-szörire, tehát ezek az apró kis dolgok, ezek nem annyira rosszak, csak próbáljuk meg tényleg valahogy ezt a dolgot így ilyenekkel így támogatni, és akkor jelentől kezdve talán nem lesznek akkora problémái. Nem lesznek annyira éhesek. Hát igen, tehát ez fontos, szerintem mindenféleképpen, hogy ezek a dolgok így kézben legyenek tartva. Hát szülő szempontjából nyilvánvalóan ez nem egy olyan egyszerű dolog, én ezt aláírom. Uh-huh. De mindenféleképpen tennünk kell érte. Beszéljünk egy kicsit a vacsoráról is, hogy egy fárasztó nap után mit ajánlanál a házi asszonyoknak, mi az, amit könnyen és gyorsan össze tudunk dobni? Hát ugye nyilván most fáradtak a gyerekek, meg szeretnek gyorsan azért valamit megenni, aztán lefeküdni, még lehet, hogy ezek ilyen egyszerűbb ilyen tészták, egy egyszerű rizs, párolt rizs, egy kis párolt zöldség, és a többi ilyenek szerintem azok mindenféleképpen tudnak működni. Amúgy is egyébként az életszerűséget visszatekintve mindenkinek úgy van, hogy még a hétvégi, az még van szerda környékén, még megvan. Igen. Tehát azért anya szokott úgy főzni, hogy még szerdán is húsleves. És akkor olyankor kell akkor kitalálni, hogy akkor abból a gulyásból igazából lehet pörköltet is csinálni, vagy fordítva, tehát ugye azért vannak ezek a trükkök. Nem, mert viccet félretéve, szerintem célszerű úgy csinálni, hogy nyilván az a hét elejére azért nyugodtan, még a hétvégi repertoár az mindenkinél megvan, tehát mondom, itt azért ne kanyarodjunk nagyon messzi, nem kell bokuszdort rendezni otthon, de szerintem, de az a csütörtök környékén azért már esténként mondom, egy ilyen egyszerű egy tálétel, egy meleg szendvics, egy egyszerű tészta, valami, egy kis rizs, egy pici húsival, vagy valamivel szerintem az működik. Utána meg hétvégén, meg úgyis már csütörtök pénteken már mindenki a hétvégére kanyarodik. Tehát van az a senki... Vagy bevásárlás, és akkor jaj! A hétközep az a senki földje, hogy nézzük, megy ez a mokép a hűtő előtt. Tehát mindenki nézi, hogy melyik polcon mi van, és onnan valamit össze lehet varázsolni. Erre meg egyébként ugye régen csináltuk is, volt ez a ilyen food poker jellegű dolog, hogy összeírunk egy pár dolgot, amit a hűtőben látunk, aztán ilyen valamit ebből össze lehet kreálni. Tehát szerintem azért mindenkinek megvan, de alapvetően egy ilyen fél óra, órába, ez egy egyszerű ilyen egy tálétel, ilyen rizs, egy kis lecsó, egyébként most már ugye ez abszolút, már mindig jönnek a szezonok visszafelé, ezek működnek, úgyhogy
ezekkel túl lehet élni a hétköznapokat. Muszáj arról szerintem beszélnünk egy kicsit, hogy ugye az elmúlt években elindult a reformálás ugye az iskolai étkezésekkel kapcsolatban, illetve a büfékkel kapcsolatban is, ugye? Tehát ott se lehet most már mindenfélét árulni, ha jól tudom. Arról nem is beszélve, hogy sokan küzdenek ételallergiával. Így van, így van, hát mi ebbe voltunk benne. De hogy szerinted jó irányba halad ez a történet? Hát nézd, most egy bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy akkor ott nem találod meg. Uh-huh. Hát ez olyan, hogy most bizonyos dolgokat beszorítunk olyan keretbe, vagy egy olyan sarokba, hogy akkor, ha valaki chipset akar enni, akkor menjen el a boltba és menjen meg magának, az iskolában meg nem lehet. Ez bizonyos szempontból én úgy gondolom, hogy ez működik. Ha akar, akkor úgy is lesz nála. Ez így van. Ez biztos, hogy a táskában valamilyen formában, de tehát ez minden család maga döntse el, hogy ez mennyire jó és mennyire nem. Nagyon fontos szerintem beszélni nyilván arról a részről is, hogy a gyerekeknek ugye hány százaléka szenvedő mozgásszervi problémákkal, a túlsúly meg egyéb miatt. Tehát ha valakinek az egészsége fontos a gyereknek, az alapvetően egyébként nem veszi figyelembe ezeket a korlátozásokat, hanem önerőből tesz azért, hogy a gyerek az kvázi ne legyen szemetet, akkor nevezzük így, tehát ezek a mindenféle úgymond káros. Ez is olyan, hogy káros. Mi a káros? Most az, ami mondjuk minden héten van háromszor, négyszer, vagy egy hónapban egyszer. Aha. Egyébként ugyanarról beszélünk. Tehát most meg lehet enni egy héten egyszer egy kis kocka csokit, vagy meg lehet enni minden nap egy kis kocka csokit. Tehát a kettő között van egy kis különbség. Nem a csoki a bűrös, hanem a szokás. Tehát itt azzal kell figyelmet fordítani, hogy mit hányszor. Tehát az olajban sütés, meg ezeket is, hogy fú, mert az méreg. Jó, de egy hónapban egyszer, vagy ezek beleférnek, nem az, hogy állandóan. Úgyhogy szerintem ezeket a dolgokat inkább mindenkinek saját szemszögéből kell átvizsgálni, meg megnéznie, hogy mik a szokások, és megnézni esetleg azt, hogy mi az, ami mondjuk ezen lehet-e változtatni, vagy képesek rá, mert sokszor előfordul az, hogy mondjuk a családban valakinek mondjuk ételrendet kell váltania, és mondjuk nem mindenki követi. Főleg családon belül nincs meg az a támogatottság, hogy anyának, apának most már ezt nem lehet enni, mert cukorbeteg, meg egyebek ugye leginkább beszokott lenni, és nem hajlandó a család követni ezeket a szokásokat, vagy átváltani erre az étrendre. Hát ott mondjuk az nyilván ez nehéz tud lenni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, vissza kell menni egészen. Tehát ha valaki most elsős, például iskolában tényleg most kezdi az első osztályt, ott lehet még esetleg valamit tenni azért, hogy 8. korára ne legyen akár tónya, vagy mozgásszerű problémás, vagy bármi, vagy csúfolják a súlya miatt, mert 8 évet kb. Végig csipszeszte. Tehát hogy így, tehát ezeket át kell gondolni, hogy mi jó az, amit mit teszek a gyerekemmel. Tehát hogy most, ha én tényleg ezeket akarom neki ételként szolgáltatni, egyszerűen ha más nem megy, akkor számolja ki azt a kalóriát, amit a gyerek megeszik. És kijön, hogy egyébként az én 10 éves fiam annyit eszik, mint én. Akinek egyébként is sok. Tehát akkor most miért eszik a gyerek 3000-4000 kalóriát egy nap, amikor elég lenne neki mondjuk 1600. Aha. Tehát, hogy ezeket a dolgokat akár meg lehet számbiztikailag is nézni, hogy akkor lássuk a papíron, akkor most mi újságban az nem fog hazudni, mert látjuk, hogy óriási a szénhidrát bevitel, óriási a zsírbevitel, és nincs elégetve. És hónap ugyanúgy azzal az étrenddel folytatja minden napját. Tehát ezeket a dolgokat szerintem így is meg lehet közelíteni, és akkor nem a törvényi részeket kell figyelni, hogy jó, akkor nem fog elcsábulni, hát nem adott neki zseppénzt, és akkor az elcsábulni. Vagy nem egy verzió volt. Nem veszi meg a boltba, és teszem be a táskájába, ugye? Aztán... Hát mi is megoldottuk annó, amikor az volt, hogy akkor most valami is dugi csokiért be kellett menni, de hát nem ennyi volt, hanem egy ilyen 2-20 év mentünk be egy kapucinerért. Hát igen. Nem, most még egy nulla van mögötte, és talán sikerül egy olyat összeszedni, már ízesen. Igen, azt akartam kérdezni, hogy van arra bármiféle tudományos szám, hogy a fehér és a szénhidrát bevitel milyen arányba történjen mondjuk a gyereknél egy fejlődő szervezetnél? Tehát, hogy van, azért kérdezem, mert ugye említetted, hogy a lányodnál ugye a hússal most gondok vannak, hogy van erre valami olyan aránypár, amit érdemes figyelembe venni? Hát én most azt nem jelenteném ki, hogy most itt konkrét számot nem mondanék, inkább azt mondanám, hogy nagyjából egyensúlyban legyen a szénhidrát a fehérjével. Aha. Tehát az egy viszonylag egy nem olyan rossz, tehát amikor mondjuk én kicsit ilyen mondjuk új sportdiétán voltam, az nem az elmúlt 2 évben volt, de ilyen 120-100
60 körül volt nagyjából a szénhidrátom, és nagyjából ugyannyi volt a fehérje is. Igen, igen. Tehát azért egy kicsiket az más étrend volt, tehát legyen egy egyensúly, meg akkor az ember bőven is el tud vinni. Ugye mi itt, ami a többletsúlynak a probléma? Ugye az emésztésünk az úgy dolgozik, hogy kapja, és akkor ami sok, azt elrakom. Viszont ugye majd azt gondoljuk, hogy majd akkor nem eszek, mert ugye mindenki azt gondolja, akkor én most nem fogok enni, és akkor majd akkor megszabadulok tőle, mert a szeret ilyen. Nem, hanem be kell állítani a szervezetet egy bizonyos szénhidrátmennyiségre, amit nevezzük azt, hogy általánosan elfogadott 180 g napi szénhidrátmennyiségre, és akkor azt kapja, meg a 3,5 liter víz, ami szintén megvan, akkor tud megváltni ezektől a feleslegektől, amikor ezek beállnak fixen. Az étrend is fix, tehát majdnem mindig ugyanabban az órában van, és ezek az adatok, ezek nagyjából stimmelnek, akkor szépen elkezdi úgy megszabadulni a feleslegektől, mert nem kell, mert nincs rá szükség. Ezek általában tudnak működni, hozzáteszem, hogy zárójelben mindenki más, tehát mindenkinél más működik, de általánosságban az, ami elmondható, hogy ezekre így lehet kvázi figyelni, hogy az ember nem víz be többet, mint amennyire szüksége van. Tehát nagyjából a kulcs inkább ott lenne, hogy nem kell megenni 360 g szénhidrátot, mert egyébként csak 180 kéne egyébként, mert ülök egész nap. Igen. Nem kubikulok meg egyébek, tehát hogy ezeket át kell gondolni. Ha nem használom el, akkor megmarad. De utána már nyilván, amikor zsírtól is ugye nagyon-nagyon nagy fizikai munkával lehet úgy megszabadulni, hogy akkor most azt tényleg el fogom égetni. Egyébként meg rá lehet szoktatni a szervezetet arra, hogy fokozatosan szabaduljon meg önmagától is ezektől a raktáraktól, mert megvan a fix napja, ami egyébként meg elég. Azt hiszem, hogy ez majd egy külön téma lesz, és akkor majd megbeszéljük, ha én sütök magamnak egy csülköt, az a világ legegészségesebb kajája. Tobi, minden esetre köszönjük szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit segítettél abban, hogy hogyan is állítsuk össze a gyerkőcöknek a napi étkezéshez szükséges hozzávalókat. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!